Akkor sziasztok! Ez így nagyon kedves volt, és magamról nem terveztem különösebben sokat mesélni. De akkor elkezdem. Szenes Gábor vagyok, alapvetően közgazdász újságíró voltam, a Napi Gazdaság című lappal voltam nagyon sokféle viszonyban, szerzői, tulajdonosi, szerkesztői viszonyban is. Ezt követően egy internetes céget csináltunk, amit a tőzsdére is bevittünk, és hát én már jó 10 éve egy saját kis cégben alapvetően tartalommarketing projektekkel foglalkozom. És a leglényegesebb ilyen, ami egy saját ötlet, ez a bizonyos Startup Guide program, ami a nevével ellentétben nem csak startupoknak szolgáltat ma már talán jó tanácsokat és vállalkozásfejlesztési tartalmakat, hanem általában olyan mikro- és kisvállalkozóknak, kisvállalkozásoknak, akiknek fontos a piacra lépés, fontos a fejlődés. Amikor ezt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt elkezdtük, akkor nem nagyon volt még ilyen tartalom. Most már azért van jó pár ilyen könyvkiadvány, online elérhető dolog. De így is azt hiszem, hogy van pár olyan megkülönböztető jel, ami talán ezt a kiadványcsomagot megkülönbözteti a többitől. Az első az az, ami talán lényeges egy felhasználó számára, ez már a Nóra lelőtte az elején, hogy minden kiadványunk, legyen az nyomtatott online, mindig ingyenes a felhasználó számára. A második az az, hogy ebből következően valahonnan mégiscsak kell pénz ebbe a programba, és ezért ez egy tartalommarketing program, ahol különböző márkák jelennek meg, de reményeink szerint úgy, hogy ezek soha nem zavarják a valós, érthető és igaz tartalmat. Amikor elkezdtük, akkor ugye alapvetően könyveket adtunk ki, most összeszedtem a könyvesorolatról egy párat, hogy lássatok ilyeneket, megmutogatom, ezek ilyen szép vaskos könyvek voltak, ez a Kereskedelmi és Hitelbanki, ez mondjuk a CIB-nek volt egy könyve, ez a Tesco-nak volt egy olyan kiadványa, ami alapvetően a beszállítói edukációjáról szólt. Ezek ilyen jó vaskos könyvek, ilyenekből a program során hát több mint 120 ezer példányt adtunk ki, amivel azt hiszem messze a legnagyobb ilyen könyvprogrammá, vagy ilyen tartalomprogrammá vált Magyarországon. De találtam még egy ilyet is, régmúlt, maiak már nem ismerik, egy CD. Ilyenen is adtuk ki ezt a programot. Ehhez képest ma már nyilván nem a nyomtatott kiadványokat, vagy fontosabbak, hanem az online kiadványok. És amiért most, ami az apropója volt ennek, az az, hogy elkészült az idei alapkiadványunk, amit itt láttok, ez egy mikroszájt, amely a Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács megbízásával, illetve velük együttműködésbe jött létre, és alapvetően kreatívipari mikro- és kisvállalkozásokat kíván segíteni. És azért szeretném ezt megmutatni, mert ez leírja azt, hogy a könyvektől hova jutottunk el mára. Ez is tartalmaz egy kiadványt, amely nyilván online letölthető. Ő az, az URL az nyilvános lesz, úgyhogy ezt minden további nélkül akárhonnan le tudjátok tölteni, hogyha ez valakinek számít, és valakit érdekel. Ami ebben talán fontos lehet az az, hogy na, ezt most elrontottam természetesen valahol, de mindegy, visszamegyünk, hogy ez a kiadvány, ez minden területre kiterjed, ami egy vállalkozás életében előkerület, legyen az finanszírozás, legyen az marketing, legyen az HR, legyen az infokommunikáció. És ez azért nagyon lényeges, mert ezek a kis vállalkozások, ezek gyakorlatilag mindig abban a helyzetben vannak, hogy az, aki alapítja őket, az ahhoz jó eséllyel ért, ami az ő szakterülete, de nincs körülötte kialakult menedzsment, a tanácsadóknak nem a legvonzóbb célpiac a mikro- és kisvállalkozások, és azért neki nagyon-nagyon sok üzleti területhez kell valamilyen módon értenie. És ezek a kiadványok, ezek ezt célozzák, hogy ő minél könnyebben elérhesse ezeket az információkat. De nagyon sokat gondolkoztunk azon is, hogy milyen más módon lehet feldolgozni ezeket a tartalmakat, és így jutottunk el a fogalomtárig, ami hát egy évvel ezelőtti gondolatunk és ötletünk, és mostanra már a negyedik vagy ötödik ilyen fogalomtárat készítjük. Ez most az egyik új fogalomtárunk, szintén ennek a mikroszájtnak a része, ahol azt látjátok, hogy azok a fogalmak, amik a kiadványban egyébként előkerülnek, azok egy egységes szerkezetben és egy egységes módon vannak elmagyarázva. A dossziék azok valamilyen fajta tematikus csoportosítást jelentenek, de itt alul látszik ez a rengeteg fogalom, de hogy most ne így rohangászunk benne, mondjuk most élőben vagyunk, itt van a home office, mint éppen divatos dolog, az otthoni munkavégzés, és hogyha erre rámegyünk, akkor nagyon remélem, hogy azt látjátok, hogy itt ebben a dossziéban, ebben ezek a fogalmak találhatóak ma. És hogyha mondjuk ebből most meg szeretnénk nézni akár csak ezt, hát az alapfogalmát,
akkor látjátok ennek a fogalomtárnak a leglényegesebb funkcióját, és az az, hogy azok a különböző kapcsolódó fogalmak, tehát az a kontextus, ahol ez lényeges az adott fogalom, azok közvetlenül elérhetőek innen, és hogyha a home office fogalomban elkezdenek minket érdekelni mondjuk a közös munkafelületek, akkor az csak egy kattintás, és így át tudunk rögtön kerülni a másik fogalomba. Ez ugye ismerős helyzet, kicsit olyan, mint egy wiki, a fogalmi rend, vagy a szerkezete ezeknek a dolgoknak, csak egy sokkal-sokkal-sokkal egyszerűbb felület, mindig láthatóak benne a kapcsolódó fogalmak, láthatóak a külső hivatkozások, de nyilván látható az is, hogy adott esetben milyen dosszié van vagyunk éppen. Végtelen mennyiségű ilyen fogalmat tudunk így feldolgozni, azt hiszem. Mondjuk ebben a fogalomtárban, mint éppen láttátok, most megnézem, ebben 212 fogalom található ma, de hát folyamatosan csatolgatható be ide fogalmak. Ez egy folyamatosan fejlesztető dolog, és nyilván van egy közvetlen kapcsolat is, ezt még talán megmutatnám, mert hogyha mondjuk a home office fogalmai közül kíváncsiak vagyunk a home office szabályzatra, hogy milyen módon lehet egyébként mint cég szabályzatot alkotni arra, hogy a kedves munkavállalókat dolgozzanak, akkor ehhez egyébként mondjuk a közvetlenül el tudjuk innen érni a kiadványnak azt a részét is, ahol egyébként ugyanerről fogunk beszélni, hogy home office. Tehát van egy kapcsolat a kettő között, és azt gondoljuk, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon jól használható. Ezek a fogalomtárak, amikor elkezdtük csinálni, akkor ugyanolyannak tűntek, mint az összes többi tartalom. Mostanában viszont rájöttünk, hogy ez nem csak tartalom, hanem ez egy technológiai szolgáltatás, és így belebonyolultunk egy szép hosszas szoftverfejlesztésbe, aminek most már a vége felé járunk, és egyre több mérföldkön vagyunk túl. Nem szeretném ezt nagyon sokáig ragozni, de itt látható, hogy nagyjából mik azok az alapelvek, amik egy ilyen fogalomtár esetében fontosak számunkra. És mindez azért nagyon fontos, mert ezek nagyon erős ellentétben vannak azzal, hogy egyébként ezek a típusú mondjuk fogalomtárak, ilyen lexikális online tárak, vagy tudástárak működni szoktak, ABC sorrenddel, a kontextus meg nem mutatásával, azzal, hogy egyébként nem közvetlenül kapcsolhatóak be más felületekre. És egyre inkább azt látjuk, hogy maga a tartalomszervezési alapelv is érdekes, itt egy picit visszautalunk óráik életéhez, ez olyan, mint ma egy pici startup, amivel mi most elkezdtünk emiatt foglalkozni, miatt a szoftverfejlesztés miatt. És igazából ehhez azért van egy elég jó alapunk, azt hiszem. Nagyjából ők azok a partnerek, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt 10 évben a Startup Guide program keretében, és azért ez egy meglehetősen jó partneri kör, akikre remélem, hogy támaszkodni is fogunk tudni. És hát ahogy a Nóri is mondta, nagyon remélem, hogy ebbe a körbe, ebbe nagyon hamarosan a tőkeportált is üdvözölni tudjuk majd. Kb. Így néz ki a dolog. Minden kiadványt le tudtok tölteni, és el tudtok érni a startupguide.hu oldalon keresztül, de bármilyen egyéb kérdésetek van, akkor nyilván amúgy én boldogan és készség állok rendelkezésetekre. Nóra, remélem, hogy valami ilyesmi is ennél nem sokkal rémesebben hosszúra gondoltál. Azért még egy-két dologra kíváncsiak lennénk. Tehát ez, amit most mutattál, ez már élő felület, tehát ez élő felület. Használhatja. Minden minden további feltétel nélkül, tehát simán fölmegyek, és ott... Teljesen élő felület. Amit én most itt elrontottam, éppen az is egy élő felületen elrontottam el. Uh-huh. Amikor ezt megpróbáltam ezt a kis kiadványt megmutatni, csak véletlenül a 400%-os nagyításra állítottam a helyet, hogy lapoztam volna. Szuper, tehát ez egy igazi tananyag startupereknek, ahol egy átfogó képet kaphatnak arról, hogy mi minden tudást gyűlt össze a startupok megfelelő működtetésére. Egy picit nagyobban ennek a tartalomjegyzékét, ez azért viszonylag sokat elmond arról, hogy hogy néz ki. Fontos, hogy ez nem csak startupereknek szól. Nyilván itt sokat beszélünk arról, hogy beszéltetek már arról, hogy mi a különbség startupok, meg mikro és kisvállalkozások között. A kezdetek kezdeti mi startupoknak írtuk ezeket az anyagokat, ma már azt gondoljuk, hogy sokkal fontosabb, és bocsánat, hogy ebbe a körben mondom most azt, ezt, hogy ezt rendes, fejlődő kisvállalkozások is jól tudják forgatni, akik jó a kisebb kockázati szinten működnek, mint mondjuk a startupok. De nagyjából itt látjátok ennek a mai tartalomjegyzékét, nagyjából minden, ami körülöttünk van most. Hol lehet megkapni ezt a Startup Guide-ot? Ide kell fölmenni erre az oldalra és letölteni ingyen, bérmentve, regisztráció és minden nélkül. Akkor most ez nincsen nyomtatott formában? Nem, most hát ugye megyünk el a nyomtatottól, nyilván van még egy olyan, vagy vannak még olyan partnereink, akik adott esetben igényelnek nyomtatott kiadványokat, és ha ilyen lesz, akkor
akkor nyilván készítünk. Önerőből nem fogunk, és az is jól látszik, hogy a nyomtatott kiadványoknak azért a fő felhasználási terület azok a rendezvények voltak minden partnerünk esetében, és miután ugye a koronavírus járvány miatt offline vagy rendes, igazi rendezvényeket nem nagyon tartanak, ezért a nyomtatott kiadványoknak sem idén van a nagy piaca. Mi sokkal inkább a fogalomtár jellegű online megjelenések felé megyünk, és javasoljuk ezt a partnereinknek is. Szuper. Úgy azért mondjad meg a tapasztalataidból, hogy mi a legfontosabb tanács startupereknek. Van-e valami olyan, vagy kifejezetten keresett tartalom, vagy amilyen kérdéseket kaphattál az olvasóitól eddig, vagy egyszerűen a saját tudásokból fakadóan, mi az a top 2 dolog, amit mondanál bármilyen startupnak, amikor nekivág ennek a nagy útnak, és göröngyös, fáradtságos, de szép útnak, hogy startupper lesz, és saját változást indít, akkor mire figyeljen talán a legjobb? Megmutatom ezt a két fogalmat, ami szerintem ebből nagyjából pont, amikor ezt itt készítettük, akkor a legfontosabb volt, és ez jól le fogja szerintem érni ezt a dolgot. És ez valahol itt lesz ebben, csak megmutatjuk, hogy milyen kellemes ez. Egyik, ami szerintem borzasztóan fontos, bocsánat, nem itt van természetesen, az az, hogy a saját állapotának megfelelő partnert keressen. Tehát, hogy azon a finanszírozási úton, vagy azon az életpályán, ahol ő elindult, azon ne rögtön egy kockázati tőkecéghez, vagy egy nagyobb venture cap céghez rohanjon el pénzért, és ne ott próbáljon meg sikereket elérni, hanem próbálj meg bejárni azt, hogy inkubátorházzal beszéljen, accelerátorral beszéljen, és ezen a finanszírozási úton menjen végig. Ez különösen igaz egyébként nem csak startupra, hanem bárki másra is. Úgy ez a klasszikus 3F-es fogalom, tehát ez család, barátok, bolondok. Ez pontosan ezért szerintem az egyik legfontosabb leírása ennek, hogy értse meg jó, hogy ez nem biztos, hogy baj, de ennek azért nagyon-nagyon komoly kockázatai vannak. És egyébként az, hogy utána, és ez a másik fele, hogy ez a bizonyos startup ökoszisztémában hol, mikor, milyen lépéseket tesz, ez szerintem az egyik legfontosabb dolog számára. A másik, amit mindenképpen mondanék, az a skálázhatóság fogalma. Tehát, hogy mennyire képesül arra, hogy valóban értelmezhető mérföldköveket, értelmezhető növekedési pályát, és ehhez rendelt az üzleti tervben, vagy a fejlődésében rendelt szakaszokat tudja meghatározni. Ez borzasztóan fontos. Én mondjuk ezt a kettőt mondanám. Világos. Neked van befektetésed, Gábor? Vagy volt? Volni volt, ma nincs, ma, hát illetve van ez, tehát hogy ezt... Nyilván, sajátod. Ez sajátom, és ez azért most bőségesen kitölt az időt, és őszintén szólva, az nekünk is egy erős váltás volt, amit mondtam, hogy hogy egy szintisztán tartalmi szolgáltatásból, amit most már jó pár éve csinálunk a Startup Web programban, abban most a múlt évben elkezdtünk ellépni egy nagyon erősen technológia vezérelt dologgá, mi most praktikusan egy publikációs platformot fejlesztünk ehhez a fogalomtárhoz, mert nem nagyon találtunk ilyen típusú kifejezetten szoftvereszközt, vagy technikai publikációs eszközt, és hosszasan nem tudom magyarázni, miért nincs ilyen, de érdekesnek láttuk, hogy a saját igényünk szerint fejlesztünk ilyet, és gyakorlatilag most őszre van egy olyan viszonylag kész eszközrendszerünk, ami nagyon jól és szépen tudunk ilyen jellegű megoldásokat csinálni. Mindez azért lehet fontos, mert ez a tartalom szervezési logika, ahogy egy ilyen fogalomtár működik, az szerintünk meglehetősen érdekes. Például azért, mert nincsen nagyon menüje, mint látod, itt csak ez a felső menü látszik ebben a dologban, de ezek most mind éles oldalok, ahol mit járkálunk. De egyébként nincs klasszikus menüszerkezet ennek a dolognak, ezért nagyon-nagyon jól lehet mobilról optimalizálni, nagyon jól lehet más márkák alá berakni. Szerintünk ez egy elég érdekes logika. Nagyon sok mindenre. Szuper.